Kertes Éva vagyok, a Vándorló Szeretet Karitatív Egyesület egyik alapító tagja. Az egyesületünknek a fő célja az, hogy rászoruló családokat támogassunk. Ezt a napot azért szerveztük, hogy ugye sok család nem engedheti meg magának, hogy több tízezer forintot költsön egy ilyen délutánra, ahol vatacukrot, csemegét, ugrálóvárat tudnak használni a gyermekek koncerton, szóval egy ilyen komplett napot eltölteni, nagyon sok pénzbe kerül, és így ezzel próbáltuk támogatni a családokat, hogy egy szép délutánjuk legyen a gyerekeknek. Ezt pályázatokból és támogatásokból tudjuk megvalósítani ezt a programot, illetve tudtuk megvalósítani. A várakozásokon fölülmúlt a létszám, nem számítottunk arra, hogy ilyen sokan eljönnek, a környező településektől is voltak, de még más megyékből is látogattak el hozzánk. Nagyon jól érezték magukat, nem csak a gyerekek, a felnőttek is nagyon jól szórakoztak. Ezen a napon egy új hagyományt szeretnénk majd bevezetni. Gyűjtöttünk egy kis játékra, amit itt a szegvári játszótéren fogunk elhelyezni. Egy autóformájú játék lesz, amit szeretnénk készíteni, és minden környező településen szeretnénk majd ugyanígy gyűjtést szervezni, és ezzel a Vándorló Szeretet nevét továbbvinni, hogy minél több ember is halljon rólunk, és egyre több ember dolgozzon velünk együtt. Az én saját véleményem, amit most el fogok mondani, de úgy gondolom, hogy a többi tag is osztani fogja ezt a véleményt, hogy ezek után elég gyakran fogunk ilyen napot szervezni, mert ugyanúgy szerintem a gyerekek, ahogy jól érzik magukat, ez a mi életünket is jobbá teszi és szebbé teszi, hogyha ilyen szép élményeket nyújtunk más embereknek. Én azt érzem, hogy a csapat ezzel a szervezéssel még erősebb lett. Eddig is nagyon jó összetartó csapat voltunk. Én úgy gondolom, ezek után még nagyobb erővel tudunk szervezni programokat, és egyre több embert tudunk támogatni, segíteni az életében.